A földkéreg és lemeztektonika, hogyan mozognak és ütköznek a földlemezek. A föld felszínét alkotó szilárd réteg, a földkéreg egy bonyolult rendszer része, amely folyamatosan változik a geológiai erők hatására. A földkéreg maga is része a litoszférának, amely a föld külső, merev rétege. Ez a réteg nem egyetlen, szilárd töm, hanem nagyobb és kisebb darabokból, úgynevezett tektonikus lemezekből áll. A tektonikus lemezek mozgása alapvetően meghatározza a föld dinamikus természetét és hozzájárul a hegységek kialakulásához, a vulkánok kitöréséhez, valamint a földrengésekhez. A földkéreg szerkezete A földkéreg a föld legkülső rétege és két különböző típusú kéregből áll. Az óceáni kéregből és a szárazföldi kéregből. Az óceáni kéreg viszonylag vékony, nagyjából 5-10 km vastag és sűrűbb, mivel főként bazaltból áll. A szárazföldi kéreg vastagabb, átlagosan 35-60 km között van, és főként gránitból és más szilikátos kőzetekből áll. Ez a két típusú kéreg alkotja a litoszférát, amely a földköpeny felső részével együtt alkotja a merev külső réteget. A lemeztektonikai elmélet a lemeztektonikai elmélet a 20. század közepén forradalmasította a geológiát. Azt a megfigyelést, hogy a földfelszín állandó mozgásban van, korábban is felvetették, de a lemeztektonikai elmélet adta meg a pontos mechanizmust, amely ezt a mozgást vezérli. Az elmélet szerint a föld litoszférája több nagyobb és kisebb tektonikus lemezre oszlik, amelyek lassan mozognak a föld felszínén. Ezek a lemezek lebegnek a földköpeny folyékonyabb asztenoszféráján, amely lehetővé teszi a lemezek mozgását. A tektonikus lemezek mozgása három fő típusú lemezhatár mentén történik. Konvergens, divergáló és transform lemezszegélyek. Ezek a határok a földfelszínén hatalmas geológiai jelenségek helyszínei és a Föld felszíni formáinak kialakulásában is meghatározó szerepet játszanak. A lemezek mozgása A tektonikus lemezek mozgását a Földköpeny belsejében zajló konvekciós áramlások hajtják a föld belső hője, amely a magban és a földköpeny alsó részében koncentrálódik, okozza az anyagok felmelegedését és felszállását a köpeny felső rétegeibe. A felszínhez közel a hűvösebb anyagok visszasüllyednek, így egy állandó áramlás alakul ki. Ezek a konvekciós áramlások hajtják a litoszféra lemezeinek mozgását, amelyek átlagosan évente néhány centiméterrel mozdulnak el. Divergence lemezszegélyek lemez lemezszegélyeknél a lemezek távolodnak egymástól. Ez a folyamat leggyakrabban az óceáni hátságoknál figyelhető meg, ahol új óceáni kérek képződik. A földköpeny mélyéből származó magma felszínre tör, és megszilárdulva új kérek darabokat hoz létre. Ezt a jelenséget középtengeri hátságképződésnek nevezik. Az Atlanti óceán közepén például az eurázsiai és az észak-amerikai lemez lassan távolodik egymástól, évente nagyjából 2 cm centiméterrel. E folyamat során folyamatosan új óceáni kérek keletkezik, amely az óceán fenekét fiatalítja. Konvergens lemezszegélyek Konvergens lemezszegélyeknél a lemezek egymás felé mozognak és ütköznek. Ilyen esetekben az egyik lemez alábukhat a másik alá. Ezt a folyamatot szubdukciónak nevezik. Az óceáni lemez általában alábukik a szárazföldi lemez alá, mivel sűrűbb és vékonyabb. Az alábukó lemez az idő múlásával a köpenyben olvad el, és ez gyakran vulkanikus tevékenységet eredményez. A csendes óceáni tűzgyűrű, ahol számos vulkán található, jellemzően ilyen szubdukciós zónák mentén alakult ki. Az is előfordul, hogy két szárazföldi lemez ütközik össze. Ilyen esetekben nem történik alábukás, hanem a lemezek egymásra torlódnak és hegyláncok képződnek. Például az eurázsiai és az indiai lemez ütközéséből jött rá a Himalája, amely a világ legmagasabb hegyvonulata. Ez az ütközés jelenleg is tart, és a Himalája évente néhány milliméterrel magasabbra emelkedik. Transform lemezszegélyek A transform lemezszegélyeknél a lemezek egymás mellett csúznak el. Ezek a mozgások gyakran nagy földrengéseket okoznak, mivel a lemezek súlódása miatt jelentős feszültség halmozódik fel. Amikor ez a feszültség hirtelen felszabadul, földrengések következnek be. Az egyik legismertebb transform lemezszegély a San Andreas törésvonal Kaliforniában, ahol az Észak-Amerikai és a Csendes-Óceáni lemez egymás mellett mozog. A lemezmozgások hatása a földrengésekre és a vulkanizmusra. A tektonikus lemezek mozgása a földrengések legfontosabb okozója. A lemez határok mentén bekövetkező hirtelen mozgások, ütközések vagy elcsúszások óriási energiákat szabadítanak fel, amelyeket a földrengések formájában érzékelünk. A föld felszíne folyamatosan változik ezen folyamatok hatására, és a földrengések gyakran a legpusztítóbb geológiai események közé tartoznak. A vulkanikus tevékenység szintén szorosan kapcsolódik a lemezmozgásokhoz. A szubdukciós zónák mentén gyakoriak a vulkánkitörések, mivel az alábukó lemez olvadékká válik, és a felszínre törve vulkánokat hoz létre. A közép-óceáni hátságoknál, ahol a lemezek távolodnak egymástól, szintén vulkanikus tevékenység figyelhető meg, mivel a köpenyből származó magma új kérek hoz létre. Összegzés A lemeztektonika egy dinamikus folyamat, amely folyamatosan alakítja a föld felszínét. A lemezek mozgása, ütközése és elcsúszása olyan hatalmas geológiai erőket szabadít fel, amelyek hegyláncokat, vulkánokat és földrengéseket hoznak létre. E jelenségek megértése nem csak a földtani kutatásokban játszik kult szerepet, hanem segít megérteni a föld múltját és előre jelezni a jövőbeli geológiai eseményeket is. A lemezek lassú, de folyamatos mozgása bizonyítja, hogy bolygónk állandó változásban van, és a föld felszíne soha nem marad, állandó. A föld geológiai múltja és jelene számos olyan eseményt mutat, amelyeket a lemeztektonikai folyamatok hoztak létre, és ezek továbbra is alakítják bolygónkat. A kontinensek jelenlegi elrendezése, a hegységek magassága, az óceánok mélysége, sőt még az éghajlat is összefügg ezekkel a lemezmozgásokkal. Például a kontinensvándorlás folyamata, amelynek során a kontinensek lassan, de folyamatosan mozognak, hosszú idő alatt alapvető változásokat okozott a Föld felszínén. A földtörténeti korok során a kontinensek ismételten széttöredeztek, majd újra összeálltak, megváltoztatva az óceánok és a szárazföldek elhelyezkedését. A jövőbeli földtani események is a lemezmozgások függvényei. Az előrejelzések szerint az Atlanti-óceán tovább szélesedik, míg a Csendes-óceán egyre szűkül a következő néhány százmillió év során. A Himalája tovább fog emelkedni, amíg az indiai és az eurázsiai lemezek ütközése folytatódik. A Föld felszíne tehát sosem lesz végleges, és a lemeztektonika továbbra is meghatározó szerepet játszik a Föld geológiai jövőjének alakulásában. A földkéreg és a lemeztektonika rendszere mélyebb betekintést nyújt a bolygónk működésébe, és lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogyan keletkeztek és fejlődtek ki azok a földtani struktúrák, amelyek ma körülvesznek minket. A lemezek mozgásának folyamata egy összetett, dinamikus rendszer része, amely még a Föld belső hőjének energiaellátásából táplálkozik. A lemeztektonikai folyamatok megértése nem csupán tudományos kíváncsiságot elégít ki, hanem fontos gyakorlati haszonnal is jár, például a földrengések, vulkánkitörések előrejelzésében és az emberi életvédelmében. Végezetül a lemeztektonika globális hatásai arra is rávilágítanak, hogy a Föld egy élőbás lélegző rendszer. Nem statikus hely, hanem folyamatos változásban van, amely hatással van mindenre, amit ismerünk a hegláncok emelkedése, az óceánok tágulása vagy szűkülése, a vulkánok működése mind-mind annak a jelei, hogy a Föld belső erői aktívan formálják a bolygót. Bár ezek a folyamatok hosszú időskálán működnek, hatásaik messze menők, és a Föld történetében alapvető szerepet játszanak. Ezért fontos, hogy a lemeztektonikai folyamatok ismeretében jobban megértsük Földünket, és felkészüljünk azokra a geológiai kihívásokra, amelyek az elkövetkező évmilliókban várnak ránk. A föld felszíne ugyanis soha nem lesz teljesen nyugodt, mindig lesznek mozgások és változások, amelyek folyamatosan alakítják majd világunkat. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le egyetlen tartalomról sem. Találkozunk a következő epizódban.